Kedves testvérek, nyissuk ki a Bibliánkat János evangéliumánál. Jézus húsvétkor Jeruzsálemben. Ez a címe ennek a kis részletnek, aminek kapcsán akarom folytatni a szeretetről szóló témánkat, amit a múlt héten elkezdtünk, így a nagybőti időben. Hát János evangéliuma, második fejezet, 23. és 24. versek, János evangéliuma, második fejezet, 23-24. Ez a kánai mennyegző utáni történet, amikor Jézus Jeruzsálemben van. Amikor Jeruzsálemben volt húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodajeleit, amelyeket művelt. De Jézus nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és mert nem szorult rá, hogy valaki tanúságot tegyen az emberről, jól tudta ugyanis, hogy mi lakik az emberben. Jézus nem bízza rá magát az emberekre, mert jól tudja, hogy mi lakik az emberekben. Kicsit olyan fájdalmasan hangzik ez számunkra, nem? Hogyha megnézzük a János evangéliumot, Jézus időnként olyan fájdalmas dolgokat mond, például azt, hogy tudom, hogy nincs meg bennetek Isten szeretete. Vagy amikor Péterrel beszélget, és Péter mondja, hogy ő majd az életét is odaadja Jézusért, és akkor Jézus leinti, hogy ó, az életedet adnád értem, hát pár óra múlva, mire szól, kétszer a kakas, háromszor is meg fogsz engem tagadni. Tehát Jézus tudja, látja azt, hogy milyenek vagyunk mi belülről. Most ez a kis jelenet emlékeztet engem egy kis saját tapasztalatomra, ami egy pár héttel ezelőtt történt. Otthon voltam, és van egy kiskutyánk, ami ott feküdt a kiskonyhában, a radiátor alatt ott melegedett, és hát én ritkán járok haza, a kiskutya számára én egy idegen vagyok, már bemegyek a kapun, akkor már vérszomjasan ugat rám. Na és hát gondoltam, hogy megpróbálok vele barátkozni, oda mentem hozzá, néztem ott a radiátor alatt, de olyan csúnyán nézett rám, kicsit még morgott is, nem csóválta a farkát, nem készült arra, hogy ő most itt nagyon összehaverkodik velem. És így gondolkodtam, hogy kinyújtam felé a kezemet, megsimogatom, de ahogy nézett rám, úgy éreztem, hogy inkább nem próbálkozok, már végén még magharap. És hát nem is nyújtottam ki a kezem, nem simogattam mag, hanem ráhagytam, aztán elmentem onnan. Ez a kis részleges, kis ügyefogyott tapasztalat, úgy elgondolkodtatott engem, nyilván Jézusnak az emberekkel való kapcsolata azért egy magasabb rendű, minőségileg, mint nekem a kutyával való találkozás, de hogy sokszor vagyunk így, nem? Hogy úgy nem tudunk úgy bízni egymásban, mert azt érezzük, hogy valami nem teljes ebben a kapcsolatban. Hiányzik belőle valami. Másikban nincs akkora bizalom, vagy bennem nincs akkora. És hát tényleg kell, hogy legyen bennünk egy okos bizalom is. Hát most tényleg, hogy jön egy csaló, aki ki akarja csalni a pénzünket, akkor nem lehetünk túlságosan hiszékenyek se. Tehát Jézusban volt egy reális érzék arra, hogy látta, hogy az emberek igazán hisznek-e benne, bíznak-e benne, szeretik őt. És tudta azt, hogy nem. Mert nagyon sokszor az emberekben
nem az Isten szeretete van, hanem a saját hiányaikból fakadó bajaik. Ez a kis bevezető gondolatsor így az evangélium kapcsán így alapot nyújthat nekünk, hogy lelkiismeret vizsgálatot tartsunk. Most igazából ez a lelkiismeret vizsgálatán nem is arra irányulna, hogy a konkrét bűneinket vizsgáljuk meg, hanem hogy a lelki egészségünket, hogy az Isten szeretete az emberi személyiségünket hogyan tudta eddig átformálni, vagy hogyan nem. Meg egyáltalán, hogy az életünk hogy néz ki a mélységeiben. Jezsuita atya John Powell az első fejezetben, ebben a Miért félek a szeretettől című könyvben, hogy szépen leradta az alapot ahhoz, hogy a szeretet lényege nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket. Ő a kezdeményező, ő adja az alapot azzal, hogy elküldte a fiát engesztelésül bűneinkért. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó hír, hogy bármilyen baj van személyesen az életünkben, vagy a világban, amihez mindig odarakhatjuk a zárójelben azt, hogy a forrása az apátlanság az összes bajnak. Tehát az a jó hír, hogy az Atya szeretete tartja a világot. Jézus is, hogyha olvasgatjuk a János evangéliumban ezeket a fájdalmas pontokat, például a János 16-ban az utolsó vacsora vége felé mondja Jézus, hogy mindannyian el fogtok engem hagyni. Látom rajtatok. El fogtok engem hagyni. Szétszélettek mindenki az otthonába. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Most tehát ezt mondta John Powell az első fejezetben, hogy Isten nem egyszerűen szeret, Isten a szeretet. Ő övé az elsőség, övé a kezdeményezés. Persze itt ebben az első fejezetben már ilyen kérdőjelesen, de úgy megvillantja azt, amiről majd ez a második fejezet szólni fog, akinek életéből és világából hiányzik a szeretet, abból Isten szeretetének valósága nehezen fogja előhívni teljes szívének, lelkének és elméjének válaszát. Ez a gondolat ugye arról szól, hogy az Isten szeretete le akar szállni a mi emberségünkbe, mint egy repülő a repülőtérre, de ha nincs előkészítve ez a pálya úgy bennünk, akkor nehezen tud leszállni. Második fejezet címe: emberi fájdalmak egy szeretet nélküli világban. Bizonyos mértékig mindannyian szenvedünk a magány, a sikertelenség, az érzelmi és lelki éhség agóniájától. Ezek a fájdalmak alapvetően a szeretet kudarcából erednek. Az ilyen fájdalom főleg azért égető, mert önmagunkra irányítja figyelmünket. A fájdalom lefoglal bennünket saját magunk számára. És az önmagunkra koncentrálás a szeretet életének kikerülhetetlen gátja. Egyszer megkérdeztem egy pszichiáter barátomat, hogy tanítod meg az embereket szeretni? Válasza, enyhén szólva, meglepő volt. Úgy válaszolt, hogy egy másik kérdést tett fel. Fájt-e már valaha a fogad? Kire gondoltál, miközben fogfájás kínzott? Világos volt, mit akart mondani. Ha fájdalmat érzünk, még ha ez csak egy fogfájás múló kellemetlensége is, általában csak önmagunkra gondolunk. A legtöbb ember annyira magába zárja saját fájdalma, hogy nem tud eleget kicsikarni magából a komolyabb szeretethez. Ez a nyitó gondolat. Aztán majd most nem olvasom fel az egész fejezetet, mert ez most egy picit hosszabb. Aki akarja, elolvashatja, megveheti ezt a könyvet. Ugye az ember abból él, hogy szeretik. Ez a kezdet. Hogy abból élünk, hogy szeretve vagyunk. Az igazság az, hogy igen nagy részben mások formálnak bennünket, akik szinte ijesztő módon kezükben tartják sorsunkat.
Mi mindannyian azok termékei vagyunk, akik szerettek bennünket, vagy pedig megtagadták tőlünk a szeretetüket. Ez egy nagyon erős kifejezés, hogy megtagadták tőlünk a szeretetüket, hogy ezt egy kicsit finomítsam, majd a szerző maga is finomítja ezt, hogy azért nem arról van szó, hogy mindenki gonosz körülöttünk, és mi vagyunk a jók, de hiányoltuk a gonoszoknak a szeretetét. Hanem arról van szó, hogy ilyen szeretet hiányosak a szüleink is, a testvéreink is, a rokonaink is, a tanáraink is, és mi magunk is. Mert ez a bűnbe esett világ. Ugye az ige hirdetésnek, a kérődmának az az első pontja, hogy Isten a szeretet. Ezt hirdettem a John Powell az első fejezetben, és az egyház ige hirdetésének is ez az alapja, hogy minden az Atya szeretetéből forrásozik, oda kell visszatérnünk. De jön a második nagy igazság is, hogy egy bűnbe esett fájdalmakkal sebzett világban élünk. Azt mondja, hogy ez a szeretet hiányos állapot főleg három érzelmi betegségben testesül meg. Az első a szorongás, a második a bűnösségi komplexus, a harmadik a kisebb rendűségi komplexus. Nagyon tanulságos kis történetekkel is bemutatja ezeket. A szorongás valami ismeretlen dologtól való irracionális félelem. Nem tudjuk biztosan, hogy mi zavar bennünket, de tisztában vagyunk bensőnk zaklatottságával. Felismerhetjük ez zavartság hatásait idegrendszerünkben és emésztőrendszerünkben. Amilyen mértékben megsebzett a szorongás, olyan mértékben félünk, hogy valami rossz. Persze nem tudjuk, hogy konkrétan mi ez, ezért az az érdekes, hogy a szorongás, ez az általános nyugtalanság hajlamos valami konkrét félelemre leszűkülni, ez a fóbia. A fóbia egy ismert, de nem létező dologtól való irracionális félelem. Klaustrofóbia, aztán magas helyektől való félelem, mindenféle fóbiák. Tehát a szorongás egy konkrét félelemben testesül meg. Aztán ezt elemzi, hogy ennek mik a magyarázatai a magzati korban átélt szeretethiány, félelmek, kisgyermekkor, ugye az első 7 év. A második a bűnösségi komplexus, ami nem valódi bűnből ered, hanem a személyes erkölcsi rossz, vagy bűnösség kínzó érzése. És ez nagyon gyakran magával hozza a bűnhődés igényét. Akit erős bűntudat kínoz, az a büntetést fogja keresni. Érdekes, hogy ez a második is maga akar testesülni konkrétumokban, azt írja a szerző legalábbis, én hiszek neki, ahogy a szorongás hajlamos fóbiákba sűrűsödni, úgy a bűntudati komplexus az úgynevezett skrupulusokban jelenik meg. A skrupulum latin szó azt jelenti, hogy egy kis kavics. Amikor véletlenül kavics kerül a cipőnbe, minden lépésnél visszatérő szúró fájdalmat érzünk. Így van ez a skrupulózus személyekkel is. Ahogy átlépkednek az életükön, időről időre érzik képzelt bűnök agóniáját. A skrupulusok középpontjában általában valamilyen feltételezett bűn vagy vétek áll. Emögött a lelki betegség magad szigorú vagy rideg szülők mentalitása állhat, akik neveltek bennünket. A harmadik a kisebb rendőrségi komplexus. Alkalmatlannak, értéktelennek érezzük magunkat. Itt nem arról van szó, hogy valami erkölcsi rosszat gondolnak magukról, hanem egyszerűen azt, hogy értéktelenek. Biztos lehetne még sok más lelki betegséget sorolni, amiknek a szeretet hiány a fő oka.
Visszatérve az evangéliumhoz, Jézus jól tudta, hogy mi lakik az ámbarban. És az válasz, amit erre hozott, az az volt, hogy szóval nem az volt a válasza, hogy akkor most alapítsatok önismereti csoportokat, próbáljátok egymást jobban szeretni, és majd valahogy ez sikerülni fog. Nyilván Jézusnál nagyon fontos az, hogy a mi emberségünket akarja kibontakoztatni, mondta azt, hogy szeressétek egymást. De nem tudjuk egymást. Tehát az az érdekes, hogy ha ezt most így kicsit úgy logikailag végig gondoljuk, hogy van egy csomó szeretet hiányos ember, azt összerakjuk, abból nem lesz sok szeretet. Ez olyan, mint amikor a történetben három ember főzni akar egy ebédet, és megbeszélik, hogy mindenki hoz valamit. Az első gondolja magában, hogy hát én nem hozok semmit, a másik kettő úgyis hoz majd, és akkor az is elég lesz. És a másik kettő is pont így gondolja, úgyhogy nem tudnak együtt főzni egy levest, mert a kevésből vagy a semmiből nem lesz semmi. Tehát Jézus válasza nem egy ilyen emberi szintű válasz, hogy rakjuk össze, amink van, azt majd lesz belőle együtt valami, hanem az, hogy azt mondja, hogy újjá kell születnünk a Szentlélekben. Most egy picit ezzel a gondolatsorral már elszakadok a jezsuita atyának ebben a fejezetben leírt elmélkedésétől. Tehát, hogy vissza kell térnünk az atyai házba, mint a tékozló fiú, aki már ugye a moslékos vájúnál volt, még abból si adtak neki, éhen halt volna a disznók között, és eszébe jutott, hogy az atyánál még a szolgák is jól laktak. Visszamagy, hogy hát, ha szolgaként visszafogadják. Már akkor legalább nem fog éhen halni. Elég érdekvezérelt volt a hazatérése, de találkozott egy hatalmas, apai, irgalmas szeretettel. Most így mi is, bent a szívünk belső szobájában, oda kell mennünk az atyához, és kérni, hogy töltsön föl szeretettel. Ugye Jézus a János evangéliumban, amikor sorolja azt, hogy nincs bennetek szeretet, magamra hagytok, látom, hogy milyenek vagytok, nem tudom rátok bízni magam, maga akarják kövezni, elrejtőzik előlük, akkor mindig azt mondja, hogy de az atya velem van. De az atya velem van. Tehát ha Szentlélekben újjászületünk, akkor az atya szeretete lesz a mi forrásunk, mert nem kell koldulni, meg rohangálni emberekhez, hogy ők megvigasztaljanak, meg megsimogassanak. Rászorulunk természetesen az emberi szeretetre, nem leszünk úgy szentek, hogy majd az emberek nélkül, de ez egy nagyon lényegi pont, hogy bemenni az atya tekintete alá a belső szobába, és csak tőle várni a vigasztalást. Hiszem azt, hogy ez a legmélyebb gyógyulás, azzal együtt is, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az emberi kapcsolatainkban átéljük a bizalmat, a biztonságot és a szeretetet, hogy ne önmagunkra koncentráljunk, és mi is előbb adjuk ezt másoknak, mielőtt várnánk. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ezt így maga Jézus mondta, sokan nem is tudják, hogy ezt a szép mondást maga Jézus mondta, mi van írva az apostolok cselekedeteiben. És egy picit imádkozzunk, csendesedjünk el. Bekapcsolódhatok abban, hogy én saját szavaimmal imádkozok, próbálkozhattok otthon majd így imádkozni. Drága mennyei atyám, Jézus Krisztus Istene és Atya, köszönöm neked, hogy Jézus, hát egy szeretett fiad által kinyilatkoztattad nekünk azt, hogy elfogad minket, nem ítélsz el minket, nem akarsz minket megbüntetni, nem akarsz elvetni, nem akarsz kárhoztatni minket, nem akarsz elítélni, hanem te mindannyiunkat személyesen szeretsz és elfogadsz, amiatt, hogy Jézus az életét adta értünk. Apu, kérlek téged, fiad, a szeretett Jézusod, a te szeretett fiad nevében,
általa. Engedd, hogy visszatérjünk hozzád. Taníts minket arra, hogy hagyjuk magunkat szeretni, és a te békét adó, elfogadást és örömet adó világosságodban ma tudjunk fürödni, tudjunk gyönyörködni benned. Apu, kérlek, hogy engem személyesen is tölts fel a te jelenléted szeretetével, érzésével. Szeretünk téged, Atyánk, és taníts meg mindannyiunkat személyesen arra, hogy be tudjunk menni a szívünk belső szobájába, ahol csak te vagy. És minden szorongásunk, értéktelenség tudatunk, vagy bármilyen sérülésünk, hiányunkat magértve ne másokat vádoljunk. Taníts meg minket arra, hogy inkább áldjuk a szüleinket, tanárainkat, barátainkat, vagy bárkit, aki megsebzett minket. Hiszen mi is sokszor másokat megsebeztünk. Köszönjük neked, Apu, hogy valóságos ez a szeretet, és hogy te most hallod a mi imánkat. Köszönjük, hogy Jézusnak is mindig magadtad a te jelenléted érzését. Amikor pedig a köröztfán nem adtad meg neki a te jelenléted tudatát, akkor odaadtad neki Szűz Mária által, aki ott állt a köröztje alatt, és vigasztalta Jézust a tekintetével. Kérünk téged, Atyánk, hogy vigasztalj minket a vigasztaló Szentlélek kiárasztásával, hogy újjászülessünk a Szentlélekben. Mint ahogy egy gyermek a születése után teljesen a szülei szeretetéből kell, hogy éljön, úgy mi a Szentlélekben való újjászületés után teljesen a Szent Háromság személyének a szeretetéből élhessünk. Köszönjük, Atyánk, hogy ez valóság, és ezt most végbe viszed bennünk. Apu, szeretünk téged személyesen. Apu, szeretlek téged én magam, és hiszem, hogy a fiad vagyok. És hiszem, hogy mindannyian egy gyermekeid vagyunk. Fiaid, lányaid. És visszafogadsz minket. És eltörlöd a bűneinket. Eltörlöd a személyes bűneinket, és eltörlöd a mások bűneiből fakadó lelki bajainkat is, és a testi bajainkat is eltörlöd. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.